A 8. alkalommal rendezett verseny első napján a kereskedelmi, míg szombaton a magán- és bérfőzetett termékek is megmérettettek. A rendezvényen elhangzott, ha Magyarországról szólunk, akkor a magyar nyelv és a népviselet mellett a ma már hungarikummá vált pálinkáról is beszélünk. A pálinkának a fogalma is megváltozott az elmúlt 10-20 évben, mert talán amikor én gyerek voltam és a pálinka szót hallottam, akkor egy kommersz italra gondoltam. Ma már azonban, hogyha a pálinka szót kiejtjük, és talán mindannyian így is vagyunk vele, akkor a mi agyunkban, a gondolatunkban egy minőségi ital jut eszünkbe, és hát ez a minőségi italhoz most már egy minőségi fogyasztás is társul, és ez a jó dolog, hiszen minden ilyen terméket, mint egy pálinka, az a jó, hogyha minőségi módon tudunk mértékkel fogyasztani, megkóstolni, megízlelni, érezzük benne Magyarország ízét, azokat az ízeket, amelyeket igen fontosak egy pálinkában, talán ezt itt ma meg is lehet tapasztalni, de természetesen minden csak mértékkel. 28 fős nemzetközi zsűri végezte a szakmai bírálatot. Minden verseny mintát legalább 6 szakember értékelt. A kereskedelemben kapható minták közül 33 champion, azaz nagy aranyérmet osztottak ki, míg a magán- és bérfőzetőknél 31 kategória győztes minta volt. Korábban 4-5% volt mondjuk az aranyérmeseknek a száma, az tavaly olyan 10% és az idén 14%-ot ért el. Ezt tudni kell azért, hogy nagyon nehéz nálunk egyébként tényleg kimagasló eredményt elérni. Tehát a zsűri nem osztja, még ha itt most 14%-ról is beszélünk, könnyen az eredményeket. Tehát nagyon komoly, tényleg valami egyedi és kimagasló, valamivel szupernek kell lennie annak a pálinkának, ami ezt a minősítést megkapja. A 2017-es év legjobb pálinkája a Schissler pálinka főzde Vilmos Körte pálinkája, míg az év kereskedelmi főzdéje az Agárdi pálinka főzde lett.